Szufi, mióta megtanult profi módon mászni, bármerre el tud mászni az egész lakásba, és most is egy másodpercre nem nézi oda az ember, és már nincs ott, hanem itt van bent a hálószobába, és bütyköli a függönyt. Igaz, Mazsola? Gyere vissza a másik szobába, jó? Szóval, ami tulajdonképpen egy nagyon jó dolog, mert nagyon örülünk neki, csak így figyelni kell jobban. Nem áll, Walking Dead-eskedjél már. Gyere, menjünk vissza. Ott a cummogód. Ott a cumit, hozzad. Hát az nagyon aranyos vagy. Tapsi. Tapsod meg magadat. Igen. Ügyes vagy. Szofi és én maradtunk ma itthon, a mai délelőtt, illetve reggel. Nézd, ez utolsó kanál. Ha? 18 óra, Kora-faluházban. Témája az Európai Uniós támogatás. Megkenjük? Ham? Én nem kérek, köszönöm. De finom. Nézd, ham? Tudjátok, hogy ez micsoda? Én tudom. De nem gondoltam volna, hogy ekkora doboz kell neki. Hú, durva. Gyere, Szofi, kimondjuk ezt a dobozt, jó? Megnézzük, hogy milyen az új gyerekülés. Gyerekülés, babaülés, biciklülés, most biciklülés. Múlt héten autósülés, most biciklülés. Ezek olyan gázok, amikor így csinálsz. Ezek olyan gázok, amikor így csinálsz. Kaptál hozzá ajándékba bukósityakot. Nincs, csak ezt így ki kell csatolni, majd beállítjuk, hogy jó legyen a kis fejedre. És ide rá lehet rakni. Nézzük? Jaj, de vagány! Na, milyen a bukósityakod, Szofi? Tetszik az új bukósityakod? Az ajándék bukósityak? Nem annyira, igaz? Annyira nem. Ettől nem kell félni. Ez a fejünkre való. Ez a fejünkre való. Szofinak ne tegyük a buksiára. Jó van, nem tesszük fel akkor. Nem lesz a kedvence. Okay, még mielőtt rákerülne az új ülés, az új biciklire, hát viszonylag új biciklire, arra a biciklire ott, pici mosásra szorul ez a bicaj. Ezért most gyors lecsapatjuk. When love comes in,
néz ki, hogy ez a biciklis ülés ma biztosan, hogy nem lesz feltéve a biciklire. Azt beszéltük Évivel, hogy mielőtt felraknánk a bicajra, megtakarítottuk, és most elvisszük a kerékpár üzletbe, hogy átnézzék, csináljanak rajta egy gyors szervizt. Úton vagyunk Szofival a biciklis üzletbe. Évi előre tekert a bicikliével, és mi autóval megyünk utána, és majd felvesszük. Utána találkozok a srácokkal, Roberttel és Petivel. Egy-két pohár sör erejéig. És utána megmutatom nektek ezt a VR virtuális 360 fokos szemüveget, hogy mi ez is, hogy mire jó, hogy kell használni. De Bizu, mi a helyzet? Minden oké. Mit mondtak? Majd pénteken 4 órakor kell jönni érte, és akkor zsírba rakják. Zsír. És ezért találtál? Nem? Egyfajta volt, de nagyon otromba. Aha. Úgyhogy nem akartam. Oké. Még szétnézek. Nos, hát az az igazság, hogy egy picit összesűrűsödött így a nap vége. Ugye elmentem Petékkel, söröztünk, ittunk egy sört, és közben 7 óra lett, ugyebár hát 7 órakor Szofinak már fürödnie kell, hazajöttünk, és egyszer csak azon kaptam magamat, hogy itt ülök kint a kocsiba, mivel már Szofi alszik, ezért bent a házban nem forgathatok, és ugyebár hát megígértem nektek, hogy megmutatom ezt a VR szemüveget. A minap voltam a Tesco-ba, és szemet szúrt nekem, ott árválkodott ez a VR szemüveg a polcon. 3000 akárhány száz forintról volt leárazva. Mindegy, ez lényegtelen. Hát már régen ki akartam próbálni egyébként az ilyen VR szemüvegeket, hát befektettem erre az olcsó VR szemüvegre. Nem tudom, hányszor fogom elmondani ezt, hogy VR szemüveg, még egy párszor biztos. És hát azt mondtam magamnak, hát miért ne, itt az alkalom, tök jó, le van árazva, pár ezer forintért meg lehet vásárolni. Röviden tehát ez a kütyű arra hivatott, hogy kicsit közelebb hozza a virtuális valóságot. Szóval ebbe a szerkezetbe bele tudod helyezni a mobiltelefonodat. Én nem tudom, hogy már láttatok-e a Facebookon ilyen 360 fokos képet. Ha mindjárt megpróbálok mutatni egy ilyet. Például, hogyha most felmegyek a YouTube-ra, és beírom azt, hogy 360 VR VR, ki fog dobni egy csomó 360 fokos ilyen videót, mindjárt megmutatom. Ez így néz ki. Ahogy mozgatom ugye a telefont, úgy mozog a videó is, úgymond, és szépen körbe tudok nézni, hogy most mit látok jobbról, mit látok balról. Tehát olyan, mintha ott lennék benne virtuálisan. Olyan valósághű érzése van az embernek. Ezzel a szemüveggel meg fel tudod csatolni a fejedre ezt az egészet, és akkor abszolút, amerre mozdul a fejed, arra fog mozdulni maga a videó is. Ennyi volt a mai vlog. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Bocsánat a szar világításért, és találkozunk holnap. Sziasztok! Nézd már! Megadta magát ez a... Bicska. Ez a svájci bicska, ilyen kinyithatós lett most. Be lehet csukni. Már most már mindegy, most már kijött teljesen. Megnyomsz itt egy gombot. Wow! Wow!